Nagykörű című közéleti magazin műsorunk 9. évfolyamának 14. adását látják. Tisztelettel köszöntöm Önöket. A mai alkalommal csupán kultúra lesz, amit kínálunk. Vendégem Bank Tamás, színművész, a játékszín menedzser igazgatója, majd ezt megbeszéljük, hogy ez mit is jelent, mert ugye mit gondol a kis ember, például én, hogy van színházigazgató, meg színművész, meg színművésznő. És akkor van menedzserigazgató is. Akkor ez mit is jelent? A hivatalos címem az produkciós igazgató. Ugye, ráadásul. Így van. Amikor mi ezt a színházat megvettük ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, akkor így nagyjából megpróbáltuk felosztani egymás között a feladatokat. Németh Kristóf az ügyvezető igazgatója, én vagyok a produkciós igazgatója, van egy gazdasági igazgatónk, és van egy jogászunk, aki így a mindenféle szerződéseket intéz. Aki jól megmondja nektek, hogy mit kell csinálnotok. Meg mit lehet és mit nem, amit én nagyon elhatározunk, hogy szeretnénk, és mondja, hogy azt nem lehet. Úgyhogy a produkciós igazgató. Az én feladatom az, hogy így nagyjából az évadot összeállítom. Tehát kitalálom, hogy milyen darabok, milyen színészekkel, azokat megpróbálom felkérni, ki vállal, ki nem, azt összeegyeztetni. Tehát ez az én, tulajdonképpen a művészi feladatok az én feladatköröm. Ez így most már teljesen tiszta is, mert hogy egy menedzsernek meg nem ez a dolga, hanem az, hogy kampányt csináljon, reklámot csináljon, eladja a jegyeket, jöjjön az a bevétel, amiből mondjuk egy színház rentábilis. Ez így van, de miután magánszínház vagyunk, ezért ezt szoktam mondani, hogy szinte mindenki csinál mindent. Tehát igazából, most ezt nagyon szépen elmondtam, hogy az én feladatköröm, de ha elfogy a WC papír a színházba, azt is nekünk kell megcsinálni, tehát ki mennyit rendel, hogy rendel, az írószertől, tehát mindenki csinál mindent nagyjából. Az is, igen. Tamás, az is produkció, nem? Maradjunk ennyiben, ha be tudsz vásárolni. Hogy érzi magát Kristóf? Nem hiányzik neki Gödöllő? Én nem tudom, én azt gondolom, szerintem, hogy nem. Én nagyon sikeres a színházunk, hála Istennek lekopogom. Én szerintem nem hiányzik neki, szerintem nagyon jó. Nem jól csináltad balkézzel. Balkéz, így. És fán, igen. Köszönöm igen, szépen, mert babonás vagyok. Nem, hogy elszúrjam. Tehát én azt gondolom, hogy nem hiányzik. Nagyon el vagyunk foglalva, tehát tényleg 24 órán át dolgozunk, néha éjszaka is. Trapás, nagyon nagy fába vágtuk a fejszéket, nem is hittük, hogy ez ekkora komoly fába vágjuk. De nagyon sok munkával, nagyon sok szépség, nagyon sok kihívás, nagyon sok feladat, de azt gondolom, hogy még egyelőre bírjuk, bár nagyon fáradtak vagyunk, de szerintem senkinek nem hiányzik semmi. El vagyunk foglalva avval a napi gondokkal, meg a napi teendőkkel. Mik a napi gondok, napi teendők? Panaszkodj egy kicsit, ebben a műsorban az is belefér. Igazából most lehet, hogy úgy fog, nem tudok panaszkodni. Rengeteg dolog van és rengeteg gond van, de hál' Istennek nagyon jól megy a színház, ami a lényeg. Tehát beszélhetünk erről, beszélhetünk arról. A lényeg az, hogy a termék maga, ez amiket mi most, hogy is mondjam, csak 4-5 premiéren vagyunk túl, hihetetlen sikeres a színház. Nem, és innentől kezdve meg azt mondom, hogy nincs gondunk. Egyébként tudod, hogy milyen régen hallottam már ilyet? Hogy egy művész ember azt mondja, hogy jól vagyok? Megy rendben ennek a dolgaim, vagy egy színház egyik vezetője azt mondaná, hogy jaj, tehát nem azért panaszkodik, mert nem kap állami támogatást, vagy nincs bevétele, hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy jól megy. Én azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy nem is tőlem kell megkérdezni, azoktól a színészektől, akik nálunk játszanak, a Gálvölgy János, a Herné Anna, a Hajdú Sztíva, a Csonka Pici, a Lévai Viktória, a Szöröskei Tím, az Oroszlán Szöröske, de tudom sorolni, hogy mennyien játszak nálunk. Tőlük kéne megkérdezni, de én úgy érzem, és úgy veszem ki a szavaikból, vagy hogy a büfébe találkozunk, hogy ők is jól érzik magunkat nálunk. Tehát egy baráti hangulat van, nincs szorongás, nincs idegeskedés, nincs kiabálás, béke, nyugalom szigete vagyunk, és megy a színház. Akkor a neveket említettél, térjünk rá a produkciókra, én nem ismétlem el, jó? A Gálvölgyinél elkezdjük, igen. És mondjuk az Oroszlán Szonyjánál befejezzük. Igen. Mik azok a produkciók, amire ezek szerint úgy döntenek, vagy úgy gondolják a nézők, hogy szívesen váltanak jegyet, vagy vásárolnak jegyet, és ilyen sikeres? Most ez nyugodtan lehet egy picit, ez nem lesz reklám, hogyha megemlítünk egy darab nevet, vagy egy alkotás, vagy egy produkció nevet, meg az sem természetesen, hogy kik játsszák a szerepeket. Több produkciót is tudok mondani, ugye másfél évvel ezelőtt így nagyjából akkor kezdtük, és az első produkciónk az a Hölgy fecsegés nyomoz volt, az Vári Éva és Gálvölgy János főszereplésével. Na, ez azóta is úgy megy, hogy még mindig nem lehet rá jegyet kapni, hála Istennek. Most volt belül az 50. hétvégén.
Tehát szombaton volt belőle az 50. és egy évad alatt megcsináltunk 50 adást, ami szerintem szintén egy szenzációs gyönyörű dolog Budapesten. Gyönyörű. Tehát ebben indultunk. Utána igazából a következő premierünk az a Hatam pizsamában volt, ami Gál Völgyi János rendezése volt, Hajdú Sztívvel, Csonka Andrással, Vándor Évával, Lévai Viktóriával, Barabáskis Zolival, tehát Fábián Anitával, egy igazi vígjáték, ami szintén siker. Volt a következő produkció az, amikor mi is egy kicsit, hogy mondjam, hogy 8 nő című darabról beszélünk, ahol 8 nőt, és azt mondtam, hogy húha, 8 nőt összehozni, 4 nagyon nagy volumenű színésznőt, és nem is akarok senkit kihagyni, mert Hernádi Judit, Pásztor Erzsi, Zsurs Kati, Andai György, Horváth Lili, Erdélyi Timi, Lévai Viki, Oroszlán Szonya, azt hiszem, ezek olyan nevek, Úristen, ezeket így egybe rakni egy darabba, hál' Istennek sikerült, Kocsmáros Gyuri rendezte, és ez is olyan siker, hogy szintén nem lehet rákapni a jegyet. És amire a legbüszkébb vagyok, azt hiszem ez az utolsó premierünk volt, ez a Szirtes Tamás rendezésében Agatha Christie 10 kicsi néger. Jobban mondva, és már senki sem, korábbi címe 10 kicsi néger. Csak azért mondtam a 10 kicsi négert, mert így jobban ismeri mindenki. A hivatalosan nekünk azt kell mondani, és már senki sem. Ezt kérték tőlünk a jogtulajdonosok, hogy így reklámozhatjuk az előadást, de a 10 kicsi négerről beszélünk, én erre vagyok szinte a legbüszkébb. A színház életében ez egy nagyon-nagyon komoly produkció volt, a legdrágább produkciónk volt a mi kis büdzsénkhez mérten, elképesztő színészekkel, Szirtes Tamás rendezésében, és olyan siker, hogyha havi 10-20-at játszanánk, akkor a jegyeket tanítunk. Tanár úr szívesen rendez nálatok? Azt gondolom, igen. Hogyan kell elképzelni, ugye azt mondtad, és ezen is gondolom egy páran, hogy megálltak, amikor azt mondtad, hogy megvettük a színházat. Tehát ez egy abszolút magánszínház. Így van. Tehát hogy kell elképzelni a mögé rakott energiát, meg szervezési munkát, hogy ki legyen az, aki majd rendez, mert akkor nyilván a társulat sem állandó. Tehát milyen legyen a társulat, ki legyen, aki rendez, ki lesz a karmester, nem is tudom és nem is sorolom. Ez úgy indult másfél év ezelőtt, hogy amikor megvettük, hárman voltunk a színházba egy hónapon át, hárman, a második emeleten, hidegbe fagyban, mert fűtés sem volt, hiszen végelszámolás alatt volt a színház. Hiszen játékszín, most miért csodálkoztak? Így van. És a portástól Gál Völgyi Jánosig fel kellett építeni a színházat. Ez olyan, nekünk szerintem olyan fél évünkbe tellett, amíg az összes dolgozónk oda került hozzánk, az összes színésszel meg tudtunk állapodni, és most már közel 100 ember dolgozik nálunk. Figyelj, művész úr, én azt mondom, hogyha nekem nagyon sok pénz van a zsebemben, akkor holnap nyitok egy varietét, és a párizsi Moulin Rouge bezárja a kapuit, mert leverem. Na de hát, de nem így voltatok gondolom, tehát azt túl kellett élni. Azt mondtad, hogy felépítettétek. Milyen tőkéből? Kölcsön? Hát mindenki a saját pénzéből. Kölcsön még egyelőre nincs benne. Én annyit tudok mondani, hogy az én kocsim benne van a színházba, tehát... Hogy fért be? Úgyhogy eladtam. Nem, tényleg magántőkéből próbáltuk elindítani, és az elején nagyon, hogy mondjam, nagyon kevés pénzből, tényleg. Tehát folyamatosan új embereket vettünk föl, ahogy jött a pénz, és ahogy elindult a színház, mert amikor még indult, akkor havi 5 előadásunk volt. 8, 10, 15. Most tartunk ott, hogy 36-38 előadás van egy hónapban. Hát dupláztok is. Igen. Hétvégén? Igen, így van, duplázunk. Mert olyan érdeklődés van, hogy ha tripláznánk, még azt is el tudnánk adni. Tehát azért kell a duplák, mert annyian szeretnének idős urak, idős hölgyek, akik este nem szeretnek jönni, és kérték tőlünk, hogy bizony legyenek nálunk délutáni előadások. Ezért vannak 3-kor előadások, 7-kor, és azt hiszem a jövő héten is 4 előadás van. Tehát 3-kor, 7-kor, 3-kor, 7-kor. Játszol valamilyen szerepet? Nem. Azt beszéltük meg, hogy egy évig nem játszunk. A Kristóf most már játszik a 10 kicsi négerben. Pont ez lett van a következő kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon neki való szerep. Tehát ezt átbeszéltük a tanár úrral, a Szirtes Tamással, meg a Kristóffal is, de betartottuk ezt, hogy mi is azt mondtuk, hogy nem azért csinálunk színházat, hogy én holnaptól magamnak elkezdjem kiosztani a főszerepeket, hanem azért csinálunk színházat, mert kihívásnak tartjuk. Nagyon sok embernek tudunk munkát adni, és a Budapesti Kamara Színházból és a játékszínből nagyon sok embert mentettük meg, akinek munkát tudunk adni most. Nyugodtan oszthattok ki főszerepet, szerintem itt most április 6-a után tök ráérek. Addig még egy kicsit, igen. Visszatérve, és ez vicc volt, visszatérve a színházra, akkor biztos megvan az a teljesen elhatározott koncepció,
hogy hogy fogjátok ezt a színvonalat, ezt a szintet vinni, illetve miután én gondolom, hogy Kristófot is ismerve maximalisták vagytok, tehát valami fejlődésnek is kell ott még lenni. Így van. Folyamatosan a színházat is fejlesztjük. Amikor mi megörököltük, megvettük, én azt gondolom nem volt olyan nagyon jó állapotban a színház technikailag, fizikailag. Tehát most már ilyeneket fogok mondani sajnos, de igen, felújítottuk a kazánt. Nagyon-nagyon sok-sok pénzért. Felújítottuk a kávézónkat, ahol most egy kulturált körülmények között várhatnak az emberek az előadásra. Tehát próbálunk folyamatosan fejleszteni. A következő fejlesztéseink, miután nincs sok pénzünk, ezért csak a nézőtér... Bocsáss meg, az maradt ott hátul? Igen, a Jókai utca felé. Csak gyönyörűen fel van újítva. Ott szeretnénk is majd egy kávézót nyitni, ahol reggeltől estig be lehet jönni, és az előadás előtt, után nem menj máshova, hanem ott maradsz nálunk, és megijadsz egy jó pohár bolt. Ott is van egy kis helyes kis pódiumszínpad, ahol jazzzene, színész kollégák fognak előadni. Tehát, hogy amikor vége van az előadásnak, nem menj máshova, maradj nálunk. Akkor... Tehát a lényeg az, hogy igen, fejlesztünk. Tehát folyamatosan fejlesztjük a színházat. Lazapesti dzsemburi. Vagy nem is tudom, hogy fogalmazza, de mekkora ötlet. Tényleg mondjuk akár színházi előadás után egy neves zenész, neves énekes ott van ebben a kis kávézóban. És akkor tényleg, amit említettél, hogy ihatsz egy pohár bort, mert ugye általában azért színházban ez nem jellemző, mondjuk akár nem is tudom, talán egy pohár pezsgő, de nem nagyon szoktak úgy igen, csak az mindig az, hogy vagy szünetben, vagy előadás után a tömegbe. Igen. Ha meg az ember színházban van, mindig az szokott lenni, elmegy az ember a barátjával, a feleségével, ismerőseivel, utána hova üljünk be. Mi azért találtuk ezt ki, hogy ne menjen senki sehova. És vége van az előadásnak, azt is tudunk, még meleg konyhánk nincs, tehát marhapörköltet galuskával még nem tudunk, de meleg szendvicseket, salátákat, sonkatálakat, sajtálakat, azt ilyet szeretnénk, is. Így van. Borral és lehet egy, így van, egy jó borral, a színpadon szól egy kellemes zene, vagy éppen valaki előadja az önálló estét. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényeg, hogy mi azt szeretnénk, hogy az a 300 ember, aki esténként hozzánk benéz, abból a 20-30 ott marad esténként, és még jól érzi magát nálunk évfélig, annak mi nagyon fogunk örülni. Hát akkor ti fészket raktok, tehát családot akartok alapítani, nem? Igen, én azt gondolom, hogy külön család és a színház is. Én nagyon jó vagyok a műszaktól kezdve a titkárságig. Tényleg családias a színház, és mindenki imádott dolgozni, azt hiszem. Tamás, tanultátok ti ezt, vagy saját ötlet? Mert hogy ilyen színházak léteznek Nyugat-Európában. Ez így van. Nem tanultuk, még azt sem merem mondani, hogy saját ötlet. Tavaly voltunk kint Kristóffal együtt Londonban, direkt végigment, nem kirándulni mentünk, nem turista útra, minden este színház, egyik színházban mentünk a másikba. Én azt mondom, én azért mentem oda, hogy lopjak ötleteket. Hogy csinálják ott, hogy kezdődik az előadás, milyen előadások vannak, milyen a nézőközönség, természetesen Londonban nem szabad minket összehasonlítani, hiszen ott egy 10 milliós városról beszélünk, hihetetlen turista hegyek vannak, de azt azért mi is láttuk, és csináltunk felmérést is, hogy a nézőknek az igénye az, hogy szórakozni szeretnének. És ez a londoni West End-en, vagy a New York-i Broadway-n, ha a színházakat nézi az ember, ott alapvetően szórakoztató előadások vannak. Az off Broadway-on természetesen lehet, és ez, mert én is művész színházból jöttem, tehát imádom Shakespeare-t, Dostoyevskit meg ezeket, csak az emberek, akik azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt te jobban is tudod, hiszen csinálsz ilyen riportokat, hogy mennyi gond van. Az emberek nem szeretnek esténként, amikor egész nap a sárga csekkeket, hogy fizessen be, egész nap a munkába elfáradnak. Igen. És azt mondják, hogy elegük van, még este nézzenek meg egy olyan előadást, ami egy depressziós... Abszolút, egyre jár az agyunk, de csak annyi előzi meg ezt, mert mi nem túl régen ismerjük egymást, hogy én 20 évig színpadon is dolgoztam, mint táncművész. Tehát pontosan igazad van, és akkor most erről beszélgessünk, hogyha... reggeltől késő estig a beledet kidolgozva keresed meg azt a pénzt, amiből utána esetleg elmész és vacsorát vásárolsz, megnézel egy színházi előadást, akkor tényleg jól akarod magad érezni. Tehát akkor nem a holnappal akarsz törődni. Akkor miért nem lehet így? Tehát ezért zseniális az ötletetek. Én azt gondolom, hogy olyan előadásokat próbálunk létrehozni, és a visszajelzések is ilyenek, hogy az emberek nagyon jól szórakoznak. Azt tudni kell, hogy a jegyeket azért alapvetően a hölgyek veszik. Asszonyok, hölgyek viszik a férjeket.
Na most az úgy szokott történni, hogy elviszi az asszony a férjét, a férje azt mondja, miért hoztál el erre, többet nem akarok színházba jönni. De ez nálunk megfordult, mert hál' Istennek az asszonyok és a hölgyek veszik a jegyeket, de a férfi, amikor megnézte az adást, azt mondta, hogy akar ide még jönni, mert annyira jól szórakozott. Tehát én is afele nyitnék, és talán ezt loptuk el Londonból, külföldről, hogy olyan színházat kell csinálni, én az embereket akarom kiszolgálni. Tehát nem magamat akarom megvalósítani, hogy Bank Tamás most milyen színházat akar csinálni. Tényleg, hanem, hol bankolsz? Igen. Ja, persze, hanem meg nem akarom, te villa. Jól érezd magad. Te, néző, gyere el és érezd magad jól ott. Két órán keresztül felejtsd el, hogy vannak sárga csekkek, van egy munkahelyed, ha jól érzed magad, nem érzed jól magad, ahol fáradt vagy, kapcsolódj ki és érezd jól magad. De azt tudod, hogy ez egyenes út ahhoz, hogy nyerj? Tehát ez a fajta filozófia. Na, mire? Hát, hogy egyáltalán nyerj. Hát az elképzeléseid bejönnek. Hogyha azt mondod, hogy te a nézőt akarod kiszolgálni, te a művészeknek segítesz, te ilyen koncepciót találsz ki, vagy ti, bocsánat, hogy nem egyedül csinálod. Tehát én borítékolom, hogy akkor ez továbbra is sikeres fog maradni, ha marad ez a filozófia. Én azt gondolom, hogy nem maradhat más filozófia. Tehát ebben a filozófiával kell továbbvinni, és erre nem tudok mást mondani, mint hogy most... Mi van? Április eleje mindjárt, ugye? 31-e van ma, ha jól így tudom. Van. Tehát akkor már március vége. Csak mondom, hogy március közepén nekünk már április végéig el voltak adva jegyek, de most a májusi műsort megnyitottuk, és már a fél hónap el van. Nem lehet ránk jegyet kapni. Tehát én már a saját rokonainak nem tudok a saját színházamba jegyet adni, mert nincsenek jegyeink. És nincsenek pótszékek? De azok is tele vannak. Azok tényleg, is el vannak. Tényleg. Van 25 pótszékünk, ami minden este el van adva. Tehát minden este pótszékes előadásaink vannak. Tehát akkor azt mondom, hogy az a filozófia, amit eddig követtünk, az úgy tűnik, hogy tényleg igazunk van és bejön. Marad a lépcső, nem tudom, hogy emlékszel rá, amikor Rök Marika hazajött. Igen. Akkor ilyen, azt tudjuk, nem mondhatok ki színház neveket, te esetedben igen. De illetve annyi csak, hogy az Operett Színházban volt. Igen, én meg egy másik színházban dolgoztam, akkor annyira egyszerű volt, hogy telefonáltunk, és a nézőtéri felügyelő hölgy, az természetesen a kollégáknak, tudod, minden színházban ilyen szabad bejárás volt. Tehát megvásárolni egyet. Egyébként akkor lehet, hogy nem is tudtam volna megvenni azt a jegyet, olyan ára volt. De mi lépcsőn ültünk, és onnan néztük végig. És én négyszer legalább, azon kívül, hogy tetszett. Tehát nem tudom, építsetek be egy lépcsőt, és akkor engedjetek be ingyen mondjuk hétvégén gyerekeket. 300 fős a nézőterünk, de már... amikor pont nézegettem, hogy mennyien nézték, és 300 fölé nem szabad mennünk. De már a édes drága szervezőink már néha nem tudnak mit csinálni, és a pótszéke van már, tehát pótszék mellett is van egy pótszék, mert annyian szeretnének jönni, és valaki, aki szegény, nem tudna, pont aznap tud csak színházba jönni, és akkor azt mondják, hogy jöjjenek. De nem tudunk mit csinálni, mert már 300 fősz a nézőterünk, meg szabály, tűzoltóság például, és nagyon is odafigyelünk, pont. Hogy egyszerűen a menekülési útvonalakat szabadon kell tartani, hogy egyszerűen mi nem tudjuk azt megcsinálni, hogy a lépcsőn is üljenek, mert nem szabad, de igazából, ha megtehetnénk, nagyon örülnénk neki, mert lenne rá igény. Elfogy az időnk, tudod, mivel zárnám én, ha egyetértesz velem? Véleményed szerint mikor lesz az az idő, amikor azt mondjátok, hogy annyira jól megy a színház, csináljunk egy jótékonysági előadást. Mondjuk gyerekeknek, SOS gyerekfalus gyerekeknek, vagy mozgássérült gyerekek, tök mindegy, nem szeretném tovább ragozni. Csináltatok. Igen. Akkor, hát pedig ezt nem tudtam. És akkor csináltunk, amikor még nagyon kezdetekbe. És csinálunk minden amikor évben. Még pénzetek igen, sem volt. Igen, még pénzünk sem volt, akkor is a gyerekekkel azt mondtuk, hogy legyen itt. Legyen olyan alapítvány, jöjjön olyan alapítvány. A gyerekek, az nekem is kettő gyerekem van, tehát a gyerekeim azok nekem nagyon fontosak, meg a család is. Csináltunk és csinálni is fogunk. Fogunk csinálni, mert azt gondolom, hogy ez is feladatunk. Annyira nem mehet jól és nem mehet rosszul, hogy az a 200-300 gyerek szülőkkel együtt ne tudjon egyszer egy évben, kétszer-háromszor bejönni hozzánk ingyen, és megnézhesse a Süsüt, vagy valami más előadást. Fogunk csinálni, és remélem, hogy minél többet. Ha fogtok csinálni ilyen előadást, akkor én most meg tudom neked ígérni, hogy a reklámozásában tudok segíteni. Egyébként szívem csücske a gyerekek is, meg az az osztály, ami tehát nem a saját hibájából valamilyen problémával küzd. Úgyhogy ennyi számíthatsz rám. A felújított színházunkban most van az, hogy teljesen akadálymentesítettük. Olyan gyönyörű mozgássérült WC-nk van, hogyha Bécsbe lennél, akkor se találnál szebbet.
teljesen mozgás a kocsival be lehet jönni a nézőtérre. Mozgássérülteknek is fantasztikus a mi színházunk, tehát várunk mindenkit. Minden művésznőnek kész csók, Erzsikének egy extrát, átadom. Légy szíves. Nagyon régen találkoztunk, és nekem ő az egyik kedvencem, és minden művész úrnak gratuláció. Nagyon jó volt 20 percen keresztül művészetről beszélni. Nekem is. És ezek szerint akkor egy sikeres színházi menedzsment egyik igazgatójával. Bank Tamás volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, Tamás. Nagykörút című közéleti magazin műsorunk 9. évfolyamának 14. adását látták. Ezzel a műsorunk a jövő héten hétfőn a szokásos időben ismét találkozhatnak. Én akkor is számítok majd megtisztelő figyelmükre. Köszönöm szépen!